Zöld tájak, állatok, ökoturizmus. Erről szól Vitéz Attila legújabb könyve, ami a Gemenc ma címmel jelent meg. A sajtótájékoztató keretein belül elhangzott, hogy a szerző felajánlotta a könyvet a megyei könyvtárnak, valamint az általános és középiskolásoknak. Ács Rezső, Szekszárdváros polgármestere elmondta, hogy nagyon fontos az a kapcsolat, ami létezik Szekszárd és Gemenc között. Azt szeretnék, hogy a gemenci környezet jobban belekapcsolódjon a város életébe, így a szekszárdi családok jobban ki tudják használni a térség adta lehetőségeket. Ennek hatására döntött úgy Szekszárd városa, hogy a gemenci erdőben egy látogatói központot létesítenek. A Gemenc ma című fotóalbum László Anasztázia fotóival, Elblinger Ferenc szövegeivel és Erki Nagy Tibor tipográfus munkáival jelent meg. Egyrészt a mozgásra, másrészt pedig arra, hogy védjük meg ezt a területet. Ugye Gemenc az egy ártér, ma a klímaváltozás időszakában erről nem egy könnyű nyilatkozni, hogy mi lesz Gemencen mondjuk 50-100 év múlva, de én úgy gondolom, hogy nagyon kell rá vigyázni, és a vigyázáshoz az kell, hogy minél többen tudják, hogy ez egy mekkora értéket képvisel. A gemenci ökocentrum fejlesztésének előkészületei már a következő évben elkezdődnek, felújítják a Keselyösi utat és kerékpárutat is építenek. 2021-re a vadászati világkiállításra át szeretnék adni a gemenci ökocentrumot, addig is viszont fotók és könyvek formájában mutatják be a gemenci erdő szépségeit.